Ez a Rádió Ér értágító című podcastja. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. Érhangja.ro/rádió. Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál Rupárcsics Judit Csilla, és akivel beszélgetek, a Petőfi Sándor Elméleti Líceum nevelési tanácsadója, Bacsó Erika, aki nemrég elindított egy Facebook oldalt, Karantén Psi néven, akitől először is azt kérdezem, hogy a gyermekek megkeresik-e problémáikkal ebben az időszakban? Problémákkal sokkal nehezebben keresnek meg otthonról, mert hogy hallhatóak a szülők számára, inkább ami történt eddig, az messengeren való írogatás, ami az egyéni tanácsadást illeti. És szeretem volna, ha jelen vagyok ilyen módon a pedagógusok, szülők számára is, hogy jusson eszükbe tulajdonképpen, hogy vagyok én is, létezek, lehet hozzá fordulni, főleg, hogy egy ilyen helyzet van, amivel tulajdonképpen nem találkoztunk. Én pedig úgy érzem, hogy a magam részéről elég jól kezelem, és itt a közvetlen környezetemnek, akik még hozzáfordultak, tudtam segíteni. Nyugodtan el lehet mondani az oldalnak az elérhetőségét is, vagy hogyha esetleg ilyen szándékod van vele, vagy hogy tulajdonképpen akkor kikre számítasz, hát inkább a diákokra, mert ugye volt arról szó, hogy az elején inkább olyan, abban szerettél volna segíteni a kollégáknak, hogy hogyan kezeljék ezt a helyzetet. Igazából a diákoknak és a szülőknek is szeretnék segíteni, de egyelőre a kollégákon keresztül. Mivel ez egy Facebook oldal és nem csoport, őszintén még nem vagyok annyira jártas a technikában, hogy hogyan oldjam meg azt, hogy mindenkinek az idővonala ne legyen látható az én idővonalamon is, tehát ennek a Facebooknak az idővonalán. Aztán közben rájöttem mechanikusan, hogy hogyan kell mindenkit külön-külön kikapcsolni, de nem szeretném, hogy az legyen, hogy mindenki megoszthasson rajta mindent, vagy mindenkinek az idővonala özöllene be, mert akkor eltűnik az is, amit én felteszek. Tehát azt szeretném, hogy csak én osszak meg rajta, és akkor nyilván megosztás aláírásokban, hozzászólásokban lehet erről beszélni, és ott pedig személyesen engem is megkereshetnek, és onnan tovább tudunk időpontot egyeztetni. Tehát egyelőre én a pedagógus kollégáknak tettem elérhetővé, tehát őket hívtam meg, és amint a velük való kapcsolatot megfelelőnek láttam, akkor kezdtem bővíteni, és most már vannak szülők, diákok, tulajdonképpen aki bejelöl, és ismerem, hogy kapcsolata van az iskolával, azokat visszaigazolom és befogadom a csoportba. Mint szakember, neked mi a véleményed arról, amit a diákok most átélnek? Hogy kezelhető-e ez a hirtelen változás, és hogy milyen módszereket ajánlsz esetleg ennek a kezelésére? Mindenképpen kezelhető, tehát azért az emberiség ennél nagyobb drámákat átélt már, és én attól tartok, hogy még fog is átélni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy teljesen élhetővé alakítható helyzet. Csak amíg beleszokunk, hogy mi is történik velünk, meg aki éppen akár krízishelyzetben van, vagy volt már a válság előtt is, azoknak sokkal nehezebb. Aki egy normális életet, egy normális életvitelt vitt, azoknak szerintem könnyebb ezekhez a helyzetekhez alkalmazkodni, legalábbis ezt jelezte vissza a környezetem is. Aki is eleve válságban volt, és még ez is rátett egy lapáttal, nekik nehezebb. Mondjuk az iskolára vonatkoztatva ezt a kérdést, azért egy elég nagy stressz a nyolcadikosoknak a felmérő, az érettségizőknek a nem kis jelentőségű fordulópont az életükbe meghatározó, és ez olyan hirtelen szakadt rájuk, hogy ez teljesen másképp lesz, mint amire számítottak.
Igen, nem is maga a vizsga, nem is a vizsgák utáni kirepülés, elhelyezkedés, hanem azt hiszem, hogy a rituáléknak az elmaradása az, ami sokkal-sokkal nehezebb. Tehát az, hogy osztálytársaiktól méltó módon elbúcsúzni, elköszönni, tanáraiktól méltóképpen. Tehát gyakorlatilag az érettségiző korosztálynak ilyenkor már semmire nem volt kedve, csak a banketről, a vallagásról és az ahhoz kapcsolódó szertartásokról beszélni. És most ez mind elmarad. Azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb. Ami a tanulmányokat illeti, illetve az érettségi és a nyolcadikos vizsga sikerességét illeti, én azt hiszem, hogy talán most bizakodóbbak a gyerekek, mint azelőtt voltak. Hiszen úgy kilátásba helyezték, hogy könnyítünk rajta, megoldhatóbb lesz. Én úgy vettem észre, hogy bizakodóbbak ezzel kapcsolatosan, viszont a ritusok elmaradása az, ami nehezíti ennek az átélését. Érhangja.ro/rádió Voltak-e megkeresések ilyen szempontból? Voltak megkeresések, de tulajdonképpen azok a diákok, akikkel ezelőtt is tartottam a kapcsolatot, a személyes kapcsolatot. Ugyanakkor én nem csak ezen keresztül működök, hiszen én ilyen Google Classroom-okba folyamatosan tartok csoportos tanácsadást. Akár pályaválasztás kapcsán, akár pont a stresszkezelés kapcsán, vagy internet, amit most nagyon fontosnak találok, hogy a biztonságos internet használat kapcsán, hiszen most olyanok is, akik eddig védve voltak szülők által, azok most nyakig benne vannak, és talán még úgy is érzik, hogy na most felszabadult nekik egy olyan helyzet, ami eddig tilos volt, és elkezdenek úszkálni az internet adta lehetőségekbe, és bizony belefuthatnak veszélyes dolgokba is. Erre próbálom készíteni, úgyhogy van ilyen jellegű csoportos tanácsadás. Milyen ennek a csoportnak a látogatottsága? Igénybe veszik a gyerekek, és milyen korosztályú gyerekek veszik ezt igénybe? A Facebook oldal, vagy a... Nem, most a Classroomról. A Classroom az speciális meghívással történik egy egész osztály számára. És akkor osztályonként bontom le, hogy most a 6. B osztálynak kiküldöm az anyagokat, a leckéket, válaszolok a kérdéseikre, és kérek ezekről visszajelzést. Amint az egyik osztálya, vagy párhuzamosan futtatok néhány osztályt, amint azokkal befejeztem, kezdem egy újabb osztálycsoporttal. És akinek internet elérhetősége van, mindenki benne van a csoportban, és látja. Úgyhogy egész jó. Tehát a gyerekek hozzáállása, én azt hiszem, hogy talán jobb és lazább, mint az idősebb korosztályi felnőtteké. Akkor ezzel a te feladatod bővült a járvány idején. Hát gyakorlatilag igen. Tehát talán most egy kicsit, hogy bejárattuk a dolgot, lazult, de bizony voltak napok, amikor 12 órás munkaprogramunk volt. Megkeresni a megfelelő anyagokat, eljuttatni a gyerekekhez, megvárni a visszajelzéseiket, folyton messenger kapcsolatban voltam velük. Úgyhogy most arra úgy bejáratódott a helyzet, és azt hiszem, hogy nagyjából normalizálódott. Tehát ez a tartható állapot, ami most van. És hogyha mondjuk 2-3 mondatban el kellene mondani azt, hogy mi az a nagyon-nagyon fontos, amit ajánlsz, hogy figyeljenek rá, hogy megmaradjon a pszichikai épségük tulajdonképpen. Hát, hogy megtalálják az egyensúlyt a között, hogy ugye mennyit lógjanak a neten, és hogy mennyit foglalkozzanak mással. Nagyon nehéz, mivel ez a korosztály mondjuk az ilyen 10 éves kortól felfele már nem fogadja el a külső kontrollt, vagy nagyon nehezen. És lehet, hogy a szülők nem is igazán tudják kontrollálni, egyrészt nincsenek otthon, ha meg igen, ők home office-ba tulajdonképpen örülnek, hogy a gyerek csendben el van az internet adta lehetőségekkel. Úgyhogy lehet, hogy beáll egy telítettségérzés, amikor azt érzi, hogy ez sem elégíti ki az igényeket. De
nem hiszem azt, hogy külsőleg tudjuk kontrollálni, és ha azt mondjuk, hogy ti ettől arrafele 2 órát használjátok szórakoztatásra az internetet, ez így is lesz. Úgyhogy részben veszélyes, részben pedig előrelátható, hogy ez fog történni, és igazából ez lesz a jövő. Van-e még valami hozzáfűzni valód esetleg, amit fontosnak tartasz megosztani? Hát kívánom mindenkinek azt, hogy egyrészt úgy élje meg ezt a helyzetet, hogy pozitív emlékezni valói legyenek. Tehát, hogy mindenképpen maradjon meg, tartson meg belőle valami pozitívat. Én azt is ajánlottam, hogy készítsenek a gyerekek egy-egy időkapszulát. Hogy majd, ha 10 év múlva előveszik, akkor lássák, hogy mit is éltek át, mi volt az, ugye utólag megszépülnek a dolgok, vagy a kiélesedett helyzetek maradnak meg. Hogy azért jusson eszükbe, tegyenek bele egy-egy gondolatot, egy-egy tárgyat, ami akkor nekik fontos volt. És az idő hozza meg igazából azt, hogy ebben a helyzetben mi történt, milyen határainkon léptünk túl, mi az, amiben fejlődtünk. És azt kívánom, hogy mindenki fejlődjön. Tehát lépje meg azt a lépést, ami átvezet a félelemtől a fejlődésig. És akkor bátran keressenek téged, hogyha egész bátran, ha bármilyen problémájuk. Tehát rendelkezésükre állok, én ezt az osztályok számára is világossá tettem a külön messenger csoportjaikban, hogy bárkinek bármilyen gondja van, keressen. És akkor a Facebook oldalral kapcsolatban is meg lehet téged keresni üzenetben esetleg, és akkor ha valami probléma van, vagy valami kérdés, amiben tud segíteni, akkor szívesen állsz rendelkezésükre. Pontosan. Diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak, mindenkinek. Ezért vagyok, ez a munkám. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy az értékes idődből ránk szántad ezt a pár percet, és hát kívánok neked sok sikert a továbbiakban. Köszönöm szépen, hát igazán nincs mit. Minden jót. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el kattintani, mindenkinek szép napot. Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.